kedves barátaim. Köszönöm. Köszönjük a három jogvédő szervezet nevében, hogy ilyen sokan eljöttetek ma délután. Minden valódi alkotmány a polgárt védi a hatalomtól. Az alaptörvény és annak negyedik módosítása viszont az államot védi a polgárral szemben. A negyedik módosítás nem jogokat ad az embereknek, hanem elveszi a jogainkat. Végleg felszámolja az alkotmányosságot. Az az üzenete, hogyha az alkotmánybíróság, amely az alkotmányosság megőrzője, ha az alkotmánybíróság a hatalom számára egy kínos döntést hoz, akkor a hatalom bosszút áll, és az alkotmányellenesnek ítélt szabályokat beleírja az alaptörvénybe. Ez pedig az alkotmányosság végét jelenti. Orbán Viktor mondta azt pár éve, hogy az alkotmánybíróság döntései ebben az országban mindenki számára kötelezőek. Nincs kibúvó, nincs kiskapu, ez a magyar demokrácia egyik vas törvénye. Ezzel egyet kell érteni, és bár csak így lenne. Csak akkor ma sajnos nem demokráciában élünk, mert ma nem az alkotmánybíróság korlátozza a kétharmadot, hanem a kétharmad korlátozza az alkotmánybíróságot. Ami ma Magyarországon létrekezd jönni, az nem lehet demokrácia, mert a demokrácia semmiképpen sem egyenlő a többség zsarnokságával. A demokrácia az egyenlő emberi méltóság tiszteletéről szól, amit senkinek, így a többségnek sincsen joga megsérteni. Jogállamban nem korlátozzák az alkotmánybíróság hatáskörét, nem zárják börtönbe a hajléktalanokat, az egyetemeket nem rendelik a kormány irányítása alá, és nem tiltják a kampányt a médiában. Nagyon fontos tudni, hogy emberi jogainkat nem a többségtől, és semmiképpen sem az államtól kaptuk. Azért illetnek meg minket, mert embernek születtünk, velünk született jogaink vannak. Ezt semmilyen többség nem veheti el tőlünk, akár még egy 9/10 sem. Kedves barátaink! Magyarországon az elmúlt negyed század legnagyobb politikai vívmánya az 1989-es alkotmány alapján létrejött demokrácia volt. A legnagyobb mulasztás pedig éppen az, hogy nem sikerült azt elérni, hogy ezt a demokráciát mindenki igazán a sajátjának érezhesse. Az alkotmány sokak számára távoli és elvont maradt, az alkotmányos demokráciát védő intézmények pedig, mint amilyen pont maga az alkotmánybíróság, idegenek és megfoghatatlanok. Pedig a tét, ezt azt hiszem mindannyian átérezzük, nem kicsi. Az alkotmánybíróság az elmúlt 20 évben pont sokszor olyan szabályokat vizsgált felül, és olyan ítéleteket hozott, amelyek gátat szabtak a hatalom önkényének és a többség zsarnokságának. Ennek gyümölcseit párthovatartozástól, kortól, nemtől és vérmérséklettől függetlenül az egész társadalmunk élvezi. Emlékezzünk arra, amikor például Orbán Viktor ellen indult rágalmazási per, a bíróságon az alkotmánybíróság döntései alapján védhette meg a szabad véleménynyilvánításhoz való jogát. Vagy emlékezzünk arra, aki lehazaárulózta Megyesi Péter akkori miniszterelnököt, őt azért nem lehetett elítélni, mert az alkotmánybíróság kimondta azt, hogy a közszereplőknek többet kell tűrniük. Az alkotmánybíróság volt az, amelyik úgy döntött, hogy sérti az alkotmányt a halálbüntetés, az abortusz tilalma. Az alkotmánybíróság mondta azt ki, hogy az iskoláknak világnézetileg semlegesnek kell lenniük. És azért lehet ma spontán... Azért tarthatunk manapság spontán tüntetéseket, mert az alkotmánybíróság biztosította számunkra ezt a jogot is. Az alaptörvény negyedik módosítása mindezt a kukába dobja. Egy olyan fordulóponthoz érkeztünk most, amikor már mindenki számára világossá kell, hogy váljon, kik azok, akik nem tartják be a demokrácia és a jogállam szabályait. Az alaptörvény negyedik módosítása után le kell számolnunk azzal az illúzióval, hogy a jelenlegi kormányzó politikai elit az alkotmányosság és a demokrácia híve. A kormány oldalról nagyon sokszor
egyenesen hazaárulással vádolnak minket, jogvédőket. Azt mondják, állítólag ármánnyal megvezetjük a külföldöt, a nemzetközi szervezeteket, valódi ok nélkül pánikot keltünk. Azt is mondják, hogy a magyarok éppen emiatt a külföldi kritikák miatt fordulnak el Európától. Valójában ezek az állítások teljesen alaptalanok. Viszont nagyon is megalapozottak az olyan kritikák, mint amelyeket az elmúlt napokban fogalmazott meg éles hangú bírálatában az Európa Tanács főtitkára, vagy az Európai Bizottság elnöke, vagy az Európai Parlamentnek az elnöke, vagy akár az amerikai külügyminisztérium. Nem a magyarok fordulnak el Európától, hanem a kormány fordítja szembe az országot Európával. Ezt egyetlen hazáját szerető ember sem hagyhatja szó nélkül. És bár az alkotmány nem véd meg minket többé, ez nem jelenti azt, hogy megszűnnek létezni a jogaink. Ahogy 1989 előtt is voltak jogaink, úgy 2013-ban és utána is épp úgy lesznek jogaink, feltéve, hogy kiállunk értük. Még akkor is, hogyha az állami intézmények már nem védik meg ezeket a jogokat, mert jogaink mindaddig vannak, amíg ragaszkodunk hozzájuk. Öröm látni, hogy az utóbbi időben milyen sok ember, sok diák és őket támogató kiáll a saját jogaiért, és egymás jogaiért is, a folyamatos rágalmazás és megfélemlítés közepette is. Ez reményt kell, hogy adjon nekünk. Ők már most átélik, hogy milyen fontos megóvni a szabadságot. Arra kérünk mindenkit. Arra kérünk mindenkit, hogy a tüntetés után továbbra is ugyanilyen büszkén és bátran álljunk ki a jogainkért. Amennyiben az alaptörvény negyedik módosítását megszavazza a parlament, akkor egyetlen ember marad csupán, aki megállíthatja a jogállam felszámolását. Együtt kell neki kiáltanunk. Ne írd alá, Áder János! Ne írd alá, Áder János! Köszönöm, hogy meghallgattatok! Köszönöm! Köszönöm, hogy meghallgattatok! A következő beszédet Süvec Emecse mondja el, a NANE Nő Jogvédő Egyesület aktivistája.